Köszöntöm kedves nézőinket! A Bőség zavara címmel nyílt kiállítás a Városi Galériában. Hendl Balogh Margit alkotásait Budai Viktória művészettörténész mutatta be a közönség számára. Vibráló színek, szuggesztív alkotások, elgondolkodtató címek. Talán így lehet jellemezni a festő most bemutatott képeit, üvegmozaikjait. Ha belegondolok, mindig az alapszínek fogtak meg, sárga, kék, piros, a piros az majdnem minden képenben benne van, kísérletezek nagyon sok mindennel, de ez az egy megmaradt, ezek az erős színek. Talán nem is csak a motivumokkal, hanem a színekkel is szeretnék kifejezni valamit, ez a melegséget egy kicsit. Hogyan válogatta ki ide a festményeit, a képeit, a munkáit, amiket elhozott? Az az igazság, hogy ez a kollekció már többször volt kiállításon, és ezek, ami a szívemhez nőttek. Ha egy-két darabot el is adok belőle, mindig jön hozzá valami új, de ez egy olyan meglevő kollekció. Hogyan dolgozik, mikor dolgozik? Meséljen erről egy kicsit. Bármikor, amikor szabad időm van. Van, amikor egész napig, van, amikor egy hétig nem, van, amikor két hétig egyfolytában. Kell hozzá valami inspiráció. De ha egy hétig nem tudok festeni valamilyen okból kifolyólag, akkor már kell, akkor muszáj. Magányos alkotó inkább otthon a műteremben dolgozik, vagy azért alkotótáborokba is elmegy? Nem szeretek alkotótáborba járni. Nem is nagyon voltam, még talán egyszer-kétszer, már nagyon rég. Inkább otthon egyedül dolgozom, kell nekem az a magányosság hozzá, meg hogyha valamilyen úton, módon tovább akarom képezni magam, akkor megnézem, hogy mit szeretnék csinálni, mint az idén is májusban elmentem Németországba egy üvegmozaik kurzusra, mert amit beleveszek a fejembe, azt meg kell, hogy valósítsam, de inkább egyedül. Említette az inspirációkat. Mi az, ami inspirálja egy-egy képhez? Hiszen ahogy itt az ember végignéz, nagyon sokszínű, nagyon sokféle téma az, ami megjelenik. Igen, a téma az, ami engem is megfog. Egyrészből vagy a múltam, vagy a jelenem, vagy lehet, hogy amire gondolok, hogy a jövő legyen, valahogy az élettel függ össze. Velem, az ismerőseim életével. Sok politizálás nincs benne, inkább ezek a kis hétköznapok. Hogyan készül el egy-egy képe? Amikor befejezi, akkor készen van, vagy azért visszatér hozzá és belejavít? Nem mindig van kész. Van, ami egy hét alatt, vagy egy pár nap alatt azonnal kész van. Soha többé nem nyúlok hozzá. Van olyan kép, ami kész lesz, fölrakom a falra, vagy elrakom a raktáramba, 3 hónap múlva ránézek, és egyszerűen nem az, aminek képzeltem. Akkor vagy ráöntök egy halomfestéket, meglátom, mi lesz belőle, és abból kihozok valamit, vagy lefestem feketére. És a fekete alapból megint csinálok egy új képet. Van itt már olyan pár. Kitől fogad el kritikát? Ki az, akiknek legelőször megmutatja a munkáit? Mindenkitől elfogadok kritikát, hogyha produktív. A legnagyobb kritikusom a férjem, a Handl Péter, aki eddig mindenbe támogatott, nagyon nagy köszönetet mondok érte, de ő az első kritikusom, aki nem csak a készképet látja, hanem minden fázisát, ahogy hazajön. És több ötletet is kapok a kép közben, hogy hát ezt én úgy oda egy fényfoltot tennék, tökéletes. Hova jutottak el már a munkái, hogy tudott bemutatkozni hasonló kiállítással, mint ez? Ausztriában sok, Steiermarkban volt már egy pár kiállításom, galériában is, Grazban benne vagyok, egy művészeti körben is. Svájcban volt tavaly egy kiállítás. Ennyi. Munkáim mindenfele a világon. Most jelenleg mind dolgozunk, ha most benézhetnénk a műtermében, mit látnánk ott? Tiffany üvegből csinálok képeket, ami csak a Tiffany gyártásnak az üveggyártásnak az üvegeit megveszem, és abból próbálok olyan képeket alkotni, ami nem kifejezetten mozaik, hanem olyan, mint egy portré, vagy egy csendélet, és azon dolgozom, hogy ezt tökéletesítsem, ezt a Tiffany üvegmozaik készítést. A kiállítást Budai Viktória művészettörténész nyitotta meg. A programot a Kalocsai Liszt Ferenc Művészeti Alapfokú Iskola növendéke,
Balogh Adrien és Balogh Zsanett fuvola játéka színesítette. A tárlat november 16-áig tekinthető meg a Városi Galériában. A Magyar Női Unió Egyesület szervezésében két napon keresztül változatos programokkal várták az érdeklődőket a Vidéki Nők Nemzetközi Napja alkalmából. A Kalocsai Család és Karrier pontban megtartott rendezvény során központi szerep jutott a hagyományoknak és a gasztronómiának. Október 16-án a Hagyományőrzők Házában kezdődött a programsorozat. A vendégek itt Kripta Istvánné népi iparművész vezényletével betekintést nyerhetek a Kalocsa népművészetébe. Az események másnap, azaz csütörtökön már a Kalocsai Család és Karrierpontban folytatódtak, ahol elsőként dr. Magóné Tóth Gyöngyi köszöntötte a vendégeket. Ez most már a második. Voltak itt sokan, akik emlékeznek rá, hogy tavaly is volt egy ilyen rendezvényünk. Ez a pályázatunk most már második éve tart, és még egy év van belőle hátra. Ennek a pályázatnak az a lényege, hogy a nők munkába állását segítse, család és a munkahely összehangolását. Ennek keretében nagyon sok minden történik a Kalocsai Család és Karrierpontban. Néhányat emelnék ki belőle. Mielőtt azonban a programokról beszélnék egy kicsit, elmondanám, hogy ez a pályázat konzorcium keretében valósul meg. A Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár a konzorcium vezetője, konzorciumi partnereink pedig a Magyar Női Unió és az Együtt Európáért Alapítvány. Mindenkinek megvan ebben a pályázatban a feladata. Ez a rendezvény, amelyen most vagyunk, ez a Magyar Női Uniónak a rendezvénye, Vidéki Nők Napja. Ez egy nemzetközi rendezvény, nem helyileg csak, bár itt is vannak határon túli magyarok, hanem ez egy európai rendezvény is. Mit csinálunk ebben a Kalocsai Család és Karrierpontban? Nagyon sokféle programot kínálunk, elsősorban most a mieinkről tudnék beszélni, csak nagyon röviden. Nagyon sokféle képzést indítunk, illetve nyelvi társalgókat van, angolunk van, németünk, van jógánk, van babamama tornánk,
van főző tanfolyamunk, nagyon-nagyon népszerű. Női kézművesség és piaci szemlélet címmel a helyi hagyományőrzőkkel van kapcsolatunk. Ott voltunk tegnap a hagyományőrzők házában, és ahol varni tanultak, illetve festeni is, ékszert is készítettek. És sorolhatnám még, hogy mindenféle tréningünk is van, illetve a partner szervezeteinknek nyári táboraik, kiadványaik. A munkaügy területén pedig átvilágítanak több kalocsai céget, akik ezt igénylik, hogy hogyan tehetnék a működésüket hatékonyabbá. Sokszor szólítunk meg kalocsai cégeket, főleg olyanokat, akik női munkavállalókat foglalkoztatnak. Elsősorban atipikus foglalkoztatási módok elterjesztése a feladatunk. Ugye atipikusnak számít minden, ami nem 8 órás bejelentett munkahely, úgy mondjam, hanem akár 4 órásról, akár megbízási szerződésről, akár otthoni munkáról van szó. Sokféle módja és lehetősége van ennek. Dolgozunk ezen, van 2 olyan több alkalmazott. Az egyik a foglalkoztatási szakemberünk, Serre Zsolt, aki minden pénteken fogadja itt azokat, akiknek munkavállalói problémáik vannak, munkahelyet keresnek. A másik pedig Rumi László, aki a szociális szakemberünk, aki bármilyen szociális, családügyi problémával fordulhatnak hozzá, és itt a földszinten levő család- és karrierpontunkban várja a jelentkezőket, és jönnek is. Ezen kívül 2 óvónőt is foglalkoztatunk 4 órában, hiszen van egy gyermekklubunk. A gyermekklub itt van az emeleten, és a gyermekklubnak az a lényege, hogy azok a nők, akik eljönnének bármilyen képzésünkre, tanfolyamunkra, azokat ne gátolja az, hogy a gyereket nem tudják kire hagyni. Tehát mindenféle foglalkozásunk alatt itt 2 szakképzett óvónő foglalkozik a gyerekekkel, illetőleg a csütörtöki napon, teljesen függetlenül a mi rendezvényeinktől, gyakorlatilag bárki, aki ügyet akar intézni, nincsen nagymama, nagypapa, akire tudná a gyerekét bízni, ha az a gyerek itt akar maradni, akkor szívesen vigyázunk rá egész nap. Nem bölcsödét és óvodát működtetünk, tehát nincsen etetés, nincsen itt alvás, erről szó sincs, de arra néhány órára, amíg az anyukának szüksége van, arra néhány órára a gyereket nem csak vigyáznak az óvónők, hanem igyekszenek fejleszteni is. A megnyitón jelen volt Kalocsaváros új polgármestere, dr. Filvi Géza is. Engedjék meg, hogy nagy szeretettel köszöntsem Önöket Kalocsaváros önkormányzata nevében, és nagyon-nagyon szép ez a program, és feltétlen célul tűztem én is, hogy személyesen itt lehessek, és jó kívánságaimat kinyilvánítsam mind a munkához, mind a programhoz, ez, hogy nők a családban és a munkahelyen. Nagyon tetszik a sorrend is. Nyilván a nőknek, anyáknak elsősorban a családban van feladatuk, kötelezettségük, de nyilvánvaló, hogy nem lehet, hogy otthon éljenek, és a munkahelyeken is helyt kell nekik állni. Nagyon-nagyon tetszik ez a szemlélet, ez a kis szemléletváltás, mert a korábbi években azért lehetett olyat hallani, hogy valaki kisgyermekes anya, és akkor már a munkafoglalkoztatók a munkahelyen nem szívesen foglalkoztatják, mert hogyha náthás lesz a gyerek, nem fog jönni dolgozni. Nem, ezen változtatnunk kell, ilyen programok keretében is, és fontos az, hogy az anyák is azért akár a kisgyermekek mellett kilépjenek a munkaerő világába. Nyilván itt a piac is megváltozott, a munkaerőre szükség van. Személyes tapasztalatom is az, hogy mi családunkban 2 pici gyerek van, nem jó az, hogyha az anya csak otthon van, és csak a pelenkáz a gyereket évek alatt, nem tesz neki jót, jók ezek az elfoglaltságok, és nagyon örülök neki, hogy ilyen tartalmas, szép programot alakítanak ki sokféle területen. Itt, amit az intézményben is kialakítottak, mind a gyermekeknek a foglalkoztatási lehetőséget, mind ezeket a felnőtt programokat, azt gondolom, hogy nagyon hasznos, és nagyon-nagyon jó lenne ezeket úgy tovább vinni, hogy amikor ennek a pályázatnak vége, akkor is ezek működni tudjanak, illetve azt, hogy ezekben a programoknak az üzeneteit minél szélesebb körben átvigyük az emberekhez és a foglalkoztatókhoz, illetve azt, hogy a kollégák is kialakítsák maguk között azt, hogy igen, hogyha valakinek esetleg a gyermeke miatt nem tud jönni munkába, akkor segítőleg álljanak hozzá, és ne egy negatív megkülönböztetés legyen. Az
Az ünnepélyes köszöntők után az óvodások vették birtokukba a helyszínt, ugyanis Mihály Réka, Masnyi és Poccó gyermekkoncertjével folytatódtak a programok. A nap hátra lévő részében pedig már a hagyományoké és az ízeké volt a főszerep a Kalocsai Hagyományőrző Egyesület és a Kézdivásárhelyi Nők Egyesületének köszönhetően. Az ebédet is közösen készíthették, az asztalra ezúttal a csorba és a paprikás kácsi került. A program zárásaként pedig egy workshopra is sor került, Viola Melinda vezetésével, aki hulladékokból készít többek között ékszereket és táskákat. Két hete több mint 100 000 elkutatói belépés történt a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár archívumában. 9 éve indult el a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár archívumának a digitalizálása, amely mai napig folyamatos. Már akkor is nagy volt az érdeklődés a feldolgozott anyagok iránt, legfőképp a családfakutatók regisztrálták magukat a honlapon és kutattak a gyökerek iránt. Az érdeklődés mostanra sem hagyott alább, hiszen például két hete a felhasználói belépések összesített száma meghaladta a 100 000-et az elkutatás rendszerében. Mindenképpen egy nagy mennyiségi változás van a kutatóforgalmunkban ennek a szolgáltatásnak köszönhetően. Már 9 éve történik a kutatás, és hát ez a 100 000-es szám, ez nyilván helyi forgalomban elképzelhetetlen lenne, hiszen itt egy kutatószobában 2-3 embernél több nem tud beülni, el kell jönni munkaidőben, nyitvatartási időben, és még folytathatnám a nehézségeket. Viszont az a tapasztalat, hogy az online kutatások lehetőségével jóval többen tudnak élni, akár az esti órákban, akár hétvégén. Hogy látjátok, divat lett a családfakutatás? Hát 10 éve azt mondtam volna talán, hogy csak divat. Ma már azt mondom, hogy identitáskeresés, nagyon sokféle motiváció van az emberekben. Mozognak, költöznek, külföldre mennek dolgozni, és lehetne még sorolni a különböző okait a változásoknak az életünkben is. Nagyon fontosakká válnak ebben a helyzetben a gyökerek. Nem mindig van ott a rokonság, a közvetlen hozzátartozók, nem mindig tudnak ezzel kapcsolatban információkat szerezni az emberek, és felfedezték, hogy a múlt dokumentumai, az iratok ebben a kérdésben is faggathatók. Tehát ha fölteszik a kérdéseket, akkor fáradtság, kitartás kérdése, hogy hogyan haladnak a családfájukkal. Mennyire tudjátok figyelni, hogy honnan lépnek be a rendszerbe, külföldről, hazánkból, mely városokból? Nagyon erős a külföldi kutatás, minden harmadik, negyedik kutatói regisztráció az külföldi, azt lehet mondani, vagy határon túlról történik, ez igazából még nagyobb lehet a szám, hiszen sokan vannak, akik magyarországi lakcímmel is rendelkeznek, de külföldön is tartózkodnak, és adott esetben hát külföldről használják a szolgáltatást. Mindenképpen a mennyiségi változások között, tehát itt nagy számokat lehetne emlegetni, például egy ilyen nagy szám, hogy olyan 18-20 millió között van a megtekintett képek száma a rendszerben ez a 9 év alatt. Tehát ennyi lapozás történik, amit úgy képzeljük el, ha könyvet olvasnánk, vagy ha iratokat forgatnánk, akkor ennyi lapozás történt a rendszerben. Ezek óriási számok, tonna szám kéne itt naponta mozgatnunk az iratokat, hogy ezt kiszolgáljuk. De azt hiszem, hogy nem csak mennyiségi változásról szól, ahogy a háttere, a motivációja összetettebbé vált ennek a kutatásnak, úgy a kutatók célja is valójában. Tehát épülőben van, úgy látom, az emberek között egy ilyen alulról építkező történelmi szemlélet vagy tudás. Teljesen más, mint amit az iskolában kaptunk, ott általában kormányzatokról, háborúkról, államok vezetőiről volt szó, és amint az emberek maguk kezdik építeni saját családjuk múltját, akkor egy ilyen nagyon alulról építkező információs bázisra kíváncsiak, az egyszerű emberek hétköznapjaira, a körülményeikre, amiben élnek, milyen problémáik vannak, és a többi. Ezekre már nem csak az anyakönyveket használják, hanem túl vagyunk ezen, már utóbbi években főleg iratokat digitalizálunk, amelyek kapcsolódhatnak bizonyos értelemben az anyakönyvi információkhoz, de tulajdonképpen már nem az a lényege. Tehát a családfákat elkezdték öltöztetni az emberek. Ezek már nem száraz ágak, hanem egyre több virágot, levelet szeretnének látni ezeken a családfákon. Ehhez pedig szükségesek a különféle információk az élet más területeiről.
Hogy álltok a feldolgozással kapcsolatban? Vagytok-e már a vége felé, vagy ennek soha nem lesz vége? Tehát mindig lesz olyan nyersanyag, amit feltesztek? Hát valószínűleg soha nem lesz vége. Ugye a tömegessé vált a digitalizálás, hiszen nálunk most 1,5 millió kép kutatható körülbelül a rendszerben. Hát ez is elképzelhetetlen volt 9 éve, azt hiszem ez a szám, olyan 250 ezer képpel indultunk annak idején, és azzal is nagy sikere volt már a szolgáltatásnak, de talán jelzi ez a nagy szám, hogy mekkora igény van ezekre a tartalmakra, és hogyan szélesedik, vagy terebélyesedik ez az érdeklődés. A magyar egyházi levéltárak vonatkozásában csak, hogy kicsit kitekintsünk országosan, olyan 7 millió digitális képfelvétel van, tehát látszik, hogy millió szám születnek, és ez az utóbbi 4-5 évnek a terméke alapvetően. Tehát volt egy ilyen robbanása néhány éve a folyamatnak, és azóta egyre több helyen is végzik a digitalizáló munkát. És ahogy mondtam, mivel az érdeklődés is változik, és egyre több irat vonható be, hát én inkább azt mondanám, hogy sosem lesz vége a folyamatnak, jelenleg úgy látjuk. És mik a visszajelzések, mennyire vannak megelégedve a belépők a kapott információkkal, a keresés műveletével? Hát alapvetően nagyon örülnek neki, tehát az a tapasztalat, hogyha bármilyen információt találnak, azért nagyon hálásak. Ez a családkutatói szemlélet, ez az alulról építkező történelmi szemlélet nagyon hálás a tapasztalataim szerint, tehát a bizonyos értelemben közösségépítő is, hiszen amikor keveset tudunk valamilyen helyzetbe, akkor mindig rászorulunk másokra. Mások segítségére. Ugye civil szervezetek indultak el, országosan családfogutató klubok is, illetve családkutató egyesületek is. Ezek lényegében párhuzamosan a mi szolgáltatásunkat, tehát akkoriban volt alakuló a Magyar Családtörténetkutató Egyesület, amikor mi kezdtük ezt az online szolgáltatást. Ők mindig hálás közönség voltak. Hát többek között a visszajelzéseik munkatársi szinten is hasznosak, mert ők böngészik állandóan a tartalmakat, és figyelmeztetnek minket a hibákra. Bárhol kimarad egy felvétel, rossz egy jelzet, elnevezés, akkor az éberebb kutatók azok rögtön írnak nekünk, hogy mit pótoljunk, mit javítsunk a rendszerbe, tehát akár ilyen hétköznapi prózai módon is lehet érteni ezt az együttműködést, de hát ennél aztán sokkal hálásabbak egy konferencia vagy együttlét alkalmával, amikor személyesen is találkozunk. De hát az a tapasztalat, hogy egymás segítik nagyon erősen, és hát ennek keresik mindenféle módját, hogy hogyan tudnak egymásnak segíteni. Ott tart ez az internetes kutatás, mivel ma már egyáltalán nem csak levéltári források elérhetőek a múltból, hanem például nagyon erősen megjelent a 19. századi sajtó is ma már az interneten, köszönhetően annak, hogy rengeteg régi napilapot meg folyóiratot digitalizáltak, így aztán egy-egy névre egyre beszédesebb találatok jönnek már a 19. századból is. Tehát van mit tanulni a kutatóktól is, ők állandóan böngészik sokkal energikusabban az internet lehetőségeit, mi sokkal inkább a saját gyűjteményeinkkel vagyunk elfoglalva, tehát már nem igaz az a kép, hogy itt a levéltáros a guru ebben a tudásban, és akkor a kutató az valami teljesen alárendelt szerepet játszik, hanem sokkal inkább kiegészítik egymást ma már ezek a szereplők. A szakembertől megtudtuk, hogy a szolgáltatás sikerére és a kutatói igényekre való tekintettel a tartalom folyamatos fejlesztésére a jövőben is kiemelt figyelmet fordít az archívum. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velem tartottak. Kulturális magazin műsorunkkal és új témákkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra! Thank you.